A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett, szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására. A pályázat keretében a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény időskorúak átmeneti gondozóháza kerül felújításra. A fejlesztés eredményeképp többek között megújulnak a helyiségek burkolatai, kicserélésre kerülnek a rossz állapotban lévő nyílászárók, és energetikai felújítása is sor kerül. Központi fűtés kialakítása korszerűsítése fog sorra kerülni, ugyanis itt konvektoros és részben központi fűtés volt eddig, ami nagyon korszerűtlen volt. A folyosón található a gázfűtéses nyílt ránggal, tehát ez nem volt abszolút korszerű. Ezeknek a lecserélése történik. Korszerűsítik még a tálalókonyhát, új parkettát kap a társalgó, és a lámpatestek is lecserélésre kerülnek. Az előírásoknak megfelelően akadálymentesítésre, valamint mozgáskorlátozott WC kialakítására is sor kerül majd. Ezt a pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma együttesen írták ki önkormányzatok részére, szociális szakosított ellátások intézményeinek felújítására. Ma reggel kaptam az információt, hogy a tegnapi napon megérkezett az összeg, úgyhogy elkezdődnek a beszerzések, és az évbe 2015-ben be kell fejeződni a felújításoknak is. A közel 30 millió forintból nem csak az épület újul meg, hanem lehetőség nyílik orvosi eszközök beszerzésére is. Nagyon fontosnak tartjuk a defibrillátor beszerzésén és a lélegeztető ambu beszerzésén. Attól, hogy idősek, az nem azt jelenti, hogy egy hirtelen fellépő haláleset az ő számukra nem megoldható már. De igenis, és még életminőségüket ben is tudunk ebben segíteni. A pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök az ellátás színvonalának növelését biztosítják majd.